És uraim, hogy köszönjem meg a Budakeszi Felekezetek vezetőinek, hogy ma is eljöttek. Az első gyertyát is együtt gyújtottuk meg, amikor a polgármesteri hivatalt felszentelték, és most az utolsó gyertyát is együtt tudtuk, összes gyertyát együtt megcsodálni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Én azt gondolom, hogy ez az egész önkormányzatnak egy nagyon fontos dolog volt, és remélem, hogy jövőre ugyanígy tudjuk ünnepelni a karácsony. Az én feladatom az, hogy ezt a háromnapos ünnepségsorozatot, karácsonyi vásárt lezárjam, összegezzem. Gondolom érezték azt, hogy mi ezt a rendezvénysorozatot nagyon nagy lelkesedéssel és sok szeretettel szerveztük. Nagyon sokan a település lakói közül részt vettek, együtt voltak velünk. Ezúton is szeretném ezt megköszönni nekik. Talán a szeretet az az egyetlen olyan kincs, amit hogyha elosztogatunk, vagy akár elpazarlunk, akkor sem fogy el, hanem egyre növekszik. És talán ez volt az az érzés, ami végig kísérte ezt a három napot, és amikor próbáltam erre a mostani zárásra készülni, akkor találtam néhány olyan mondatot, amit azt gondoltam, hogy már mindenképpen szeretnék elolvasni önöknek. A karácsony egy olyan alkalmat kínál számunkra is, hogy megnyissuk szívünket az örömre, a mások iránti szeretetre. És ehhez nem fényes külsőségek kellenek, ehelyett kedves szóval, mosolyjal és a közelgő új esztendőre szóló jó kívánságokkal közeledhetünk egymáshoz. Így érhetjük csak át az igazi csodát, amire a szeretet teszi képessé az embert. Kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet és békesség tegye szépé az ünnepünket. Ajándékul szeretném József Attila fontos, megszívlelendő üzenetét átnyújtani zárásként. Igazi lelkünket, akár csak az ünneplő ruhánkat, gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre. Budakeszi Város képviselőtestülete nevében mindannyiuknak kívánok áldott békés karácsonyi ünnepeket, egészségben gazdag új esztendőt, és ezzel az ünnepséget lezárom, de mielőtt végképp lezárnám, engedjék meg, hogy annak az embernek megköszönjem ezt a hatalmas szervező munkát, aki egyébként végig itt volt, mindent megtett, és kiváló munkát végzett. És soha nem mondtuk el a nevét, Péter Szabó Kinga. Remélem, hogy élvezték önök is a karácsonyi forgatagot, és jövőre ugyanígy megszervezzük, és ugyanígy együtt leszünk. És akkor ezzel, ha megengedik a vásárt, 5 órakor bezárjuk.